Egyre korábban kezdenek a fiatalok alkoholt fogyasztani Szerbiában. Ez pedig szorosan összefügg az erőszakos viselkedési formákkal, vélik a szakemberek. A középiskolásokat alkoholfogyasztási szokásaikról kérdeztük. Ja, én nem pijem alkohol. Kako to? Pa, eto, zdrav život. Jednom mesečno možda i popijem pol litra piva, litru. I ne pijem više. Egy liter, és akkor annyi elég. Tehát egy este, egy személy, egy liter, ha jól értem. Hát úgy valahogy, attól függ, hogy ki mennyit iszik. Ugye ismerünk olyat, aki kicsit többet is iszik a kellentétnél, de hát mindenki az még keretek között iszik. És mit gondoltok, ez mekkora probléma a fiatalság körében? Hát egy bizonyos ideig szerintem, hát ugye mivel fiatalok, akkor hát elnézőbbek is lehet. A gyerekek alkohollal való ismerkedése sok esetben családban kezdődik. A szülők azok, akik megkínálják őket először, akár pezsgővel, akár sörrel vagy borral. 19 éves, és szerintem nem fogyaszt sok alkoholt. Ezt így biztosra tudja, vagy csak gondolja? Szerintem nem fogyaszt, észrevenném. Tehát nem volt egyszer sem olyan alkalom, hogy ittassan jött haza? Nem, jó, van ilyen buli szüli nap, de az otthon volt. Kicsit. És akkor ilyenkor elnézik, tehát engedékenyek a gyerekkel szemben? Hát ezt elnéztem neki, mert az ilyen szülinap volt. Az Expecto Mental Higiéni Alapítvány 4 évente készít felmérést a fiatalok alkoholfogyasztásáról. A 2012-es kutatás alapján a szabadkai nyolcadikosok 22%-a fogyaszt némi rendszerességgel szeszes italt. Ez azt jelenti, hogy évente többször, amikor szórakoznak, megisznak valamit. Gyakorlatilag ez a 22% exponenciálisan kezd el növekedni a középiskolába való beiratkozást követően, és éri el a valamivel több mint 80%-át. Tehát a fiataloknak, akik rendszeresen a hétvégi szórakozásaik kellékeként bizony az alkoholt is használják, és ez folyamatosan növekszik a harmadik osztályig, és enyhe esés következik be a negyedik osztályosok tekintetében. A fiatalok a szüleik és tágabb környezetük példáját követik. Amennyiben a tekintélyszemélyek közül valaki iszik, akkor ezt a viselkedés mintát továbbadják, magyarázta dr. Sági Zoltán pszichiáter. Nem maga a jelenség az, hogy alkoholt fogyaszt bárki, vagy éppen a fiatal generáció, ugye a gond, hanem az, hogy ez hogyan fogyasztjuk. Tehát azzal a mértékletességgel, ahogyan az valahol egy fogyasztás, alkoholfogyasztás kultúrájában benne van, ugye akkor nem lenne olyan káros hatása, vagy kóros hatása, ugye, mint amilyennel nagyon sok esetben találkozunk. A szakemberek szerint a környezet nagyon elnéző a fiatalok alkoholfogyasztásával szemben. Már csak akkor szembesülnek a problémával, amikor komolyra fordul a helyzet. Akkor is gyakran tabu téma marad. A szakemberek kiemelték, az alkoholizmus minden más pszichoaktív szernél gyakoribb társadalmi probléma.